Itt a Szabolcsi Halászati Kft. Kemecsei telephelyén halkeltetéssel, tenyésztéssel és feldolgozással is foglalkoznak a szakemberek. A keltetőház fejlesztésére azért van szükség, hogy minél hatékonyabban pótolhassák a természetes vizek halállományát. A keltetés maga az nem egy könnyű tevékenység. Itt azért előfordul, sőt igen gyakran előfordul, hogy bizonyos halfajoknak a keltetése az nem jön úgy létre, mint ahogy szeretnénk. Ezért törekedni kell a minél természetszerűbb, illetve hát ráadásul még a természet meghamisítására is, mert hogy Kína természetben sem születnek minden évben, minden fajból annyian, hogy tudják pótolni a kiesetet. Például csuka az nagyon, nagyon rapszodikusan szokott születni. Most nekünk az a dolgunk, hogy egy ilyen keltetőházat úgy építsünk meg, hogy minden feltétel rendelkezésére álljon annak a halnak, illetve annak a ikrának, amelyik megtermékenyül, és annak a lárvának, amelyik arra vár, hogy kihelyezzük a tóba. A 150 millió forint összköltségű projektet a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Halgazdálkodási Tanszékével közösen valósítja meg a Kft., amelynek része a keltetőház korszerűsítése, valamint kutatásfejlesztés. Az eddigi munka eredményeként modern gépészeti berendezésekkel, szivattyúkkal, szűrőkkel, UV-lámpákkal szerelték fel a keltetőházat. Mi a sügér esetében, illetve a süllő és egyéb ragadozó halak esetében azért nagyon komolyan foglalkozunk ezzel a projekt megvalósítással, mert fontos számunkra az, hogy megfelelő mennyiségben tudjuk kivadékot biztosítani, és ezek a halfajok egyébként őshonos halfajok, és mindazonáltal, hogy a természetes vízi kihelyezési kötelezettségünket maximálisan tudjuk teljesíteni, nagyon fontos a diverzifikáció, tehát hogy megfelelő mennyiségben és az év során folyamatosan elérhetőek legyenek ezek a halfajok. A keltetőház mellett egy 20 kW-os szélerőművet is felállítottak, amely a telephely energiaellátását biztosítja.